Hadd menjek én vissza első gondolatként ennek a rendezvénynek a címére, ami ugye úgy hangzik, hogy ételben az élet. Az egészségpolitikai jelentőséget számunkra az adja, hogy van ennek egy másik oldala is. Ételben a halál is. A lehető legszorosabb értelemben, annak idején, elején, a középkorban még ugye a királyoknál voltak ételkóstolók. Nem elsősorban az íze volt az izgalmas az ételnek, azt kellett nézni, hogy meghal-e, aki kóstolta, vagy életben marad, eheti-e az, akinek szánták. Miért is volt? Több minden miatt, azért, mert azokat a fertőző baktériumokat nem nagyon tudták keresni, és ha valaki nem direkt akarta megmérgezni a királyt, akkor is volt ennek nagyon komoly élelmiszerbiztonsági jelentősége. Ezt a funkciót ma kiadjuk gépeknek, szervezeteknek, szabályozóknak. Van ennek ezért aztán egy olyan fajta biztonsági jelentősége, amiről már elfeledkezhetünk sokszor, mert annyira axiómának vesszük, hogy erről jól gondoskodik a rendszer. Az ételben a halál másképp is benne van, és ezt világosan látjuk, hogy Finnországban, amikor nagyon komolyan tettek azért, hogy változzon az az étkezési szokás, ami ez a rénszarvashússal sózva lehetőleg kultúrából átvezetett egy országot. Nagyon sok zöldséget, gyümölcsöt, friss zöldséget, friss gyümölcsöt halat fogyasztó országá. Ezzel 4-5-6 évet, egyre több évet tettek hozzá az egészségben megélhető életidőhöz. Ma Finnország jelentősen elettünk van, ha azt nézzük, hogy hány egészséges évet remélhet az élettől az ott élő ember, és a 70-es években mi fejfej mellett voltunk. Tehát én ennek szellemében, hogy arról gondolkodhatunk, hogy mit tudunk azért közösen többet tenni, hogy az ételben az élet legyen, és minél hosszabb élet, és minél egészségesebb élet, először is hadd köszönjem meg házi gazdánknak, a kormányhivatal vezetőjének, én nagyon köszönöm Pesti úrnak, és a fővárosi önkormányzatnak azt az elkötelezettségét, hogy ebben az országban nem csak Budapestért vállal felelősséget, hanem országos üzenetet is hordoz akkor, amikor egy Békésmegyében elindult program mellé áll, tematizálja és segít abban, hogy ez egy országos programmá nője ki magát, és segít abban, hogy a közétkeztetéssel kapcsolatos minőség elvárásokkal szemben mi közösen gondolkodjunk, és úgy gondolkodjunk, hogy a pozitív példákat állítjuk a fókuszba. Évekkel ezelőtt, és elnézéseket kérem, én kb. 15 ábrában lehet egy darabot le nem vetítek belőle, aki részt vett a folyamatban, az részletesen tudja, én felcsúton is ezeket az ábrákat vetítettem, azért, mert a közétkeztetés ugye egészségpolitikai szempontból ugyanaz az ügy, mint ami egy évvel ezelőtt volt, mikor ez a program úgy érlelődött, és ugyanaz az ügy, aminek a kapcsán még közösen gondolkodunk. E tekintetben vannak pszichológusok, nem is az egészségügy területén gondolkoznak, akik nagyon sokat gyűjtenek evidenciát arra vonatkozóan, hogy hogyan tudjunk egy igent megnyerni valamire, amit úgy általában nem teszünk meg. És az egyik példa, egy amerikai példa, hadd meséljem el, megcsináltak egy vizsgálatot, megnézték egy adott közösségnek az energiafelhasználását, kijött egy átlag, volt, aki sokkal kevesebbet használt, volt, aki többet, ugye az volt a cél, hogy miért is herdálják a villamos áramot, stb. Amerikában zajlott. Minden ajtóra kitettek egy kis cédulát, és leírták rá, hogy az önök környezetében az átlagos felhasználás ez ennyi, és megnézték, mi történik. Azt csak kérni, sokkal többet használta, az visszahozta a fogyasztását erre a szintre, senkit nem lepett meg. Az viszont, hogy aki sokkal kevesebbet használt, is visszatitrálta az átlaghoz, ez meglepte a pszichológusokat is. A további vizsgálataikban egyértelművé tették, és nagyon komoly bizonyítékai vannak, hogy amikor azt bemutatták, hogy itt van, aki sokkal kevesebbet használ, és gratulálunk ehhez a jó teljesítményhez, ennek lett egy nagyon komoly üzenete, mozdított a titálódáson a jó példa felé. Tehát én nagyon kérek mindenkit, a terembe ülőket, hogy tartsák ezt szem előtt. Ez sok helyen működik, sok visszaigazolása van, kell, hogy lássuk a szemünk előtt a jó példákat, kell, hogy tudjuk azokat az embereket, meggratuláljuk és megköszönjük, akik meg tudják csinálni azt, ami a jó példában van, és jelen esetben, ami az OTH ajánlásban megfogalmazott táplálkozás egészségügyi tartalma a közétkeztetésben nyújtott éteknek, aki azt teljesíti, az a jó példa. Ehhez nem kell olyan menzareformot végrehajtani, hogy fel se lehessen ismerni korábbi ételeket, ehhez az kell, hogy körültekintően válogassák az alapanyagokat az emberek, és az kell, hogy körültekintően használják az előállító folyamatokat.
lehet új ötleteket, új ízeket belehozni. Vannak itt a gasztronómiának mesterei, akik ehhez nagyon jól tudnak tanácsokat adni, de ne hagyjuk magunkat rémizgetni olyan példákkal, hogy ezt nem lehet megtenni. Éljünk annak a használatával, hogy vannak jó példák, ezek hazai, Magyarországon mozzalló gyakorlat, ahol ez megvalósul. És e tekintetben én rendkívül örülök annak, hogy a Vidékfejlesztési Minisztériummal és az ő képviseletükben számos olyan szervezettel, akik a magyar agráriumot képviselik, dolgozhatunk közösen ennek a programnak a megvalósításán, mert ahhoz, hogy ez egy sikeres közérkeztetési program legyen, a kulcs nagyon sok szempontból náluk van, az alapanyagok egészséges előállításánál. Nekünk komoly szükségünk van arra, hogyha a fluorokinolon antibiotikum egy komoly kihívás, hogy hogy tudjuk kezelni az egészségügyben, akkor partnereik legyenek a húselőállításban, mert ennek az antibiotikumnak a felhasználása onnét indul, hogy hogyhat az emberi szervezetre. E tekintetben azt gondoljuk, hogy rendkívül fontos, hogy a közérkeztetésben résztvevő cégek flexibilitást mutattak ebbe az irányba, elkezdtek azon dolgozni, hogy hogy lehet valóságban előrelépni ebben a folyamatban, és én hadd köszönjem meg most itt a teremben ülő az Egészségbizottság elnökének, hogy a parlament, a törvényhozó testület képviseletében is vannak olyan emberek, és egyre többen én azt gondolom a parlamenti képviselők között, akik a jövő generációjának az életét és a mi generációnknak a jövőjét olyan szemmel nézik, hogy azt mondják, hogy igen, ma kell azért tennünk, hogy majd ez az ország jobban tudjon teljesíteni, és ehhez egészséges ember kell. Mi most írjuk a 2014-2020-ra vonatkozó egészségügyi stratégiát, nem sokára fog menni közigazgatási egyeztetésre, 6 évről szól. Ez egy ember öltő alatt kicsi idő. Egy gyermek életében, egy ma megszületett gyermek életében, ez egy kritikus 6 év. Az ő életét alapvetően meghatározó 6 évet jelenti, amiből ő vagy egészséges fejlődés részeként, alacsony sótartalommal, megfelelő zöldség, gyümölcs, rossz bevitellel, megfelelő fehérje tartalommal életre segítődik, és egy egészséges, erős emberré fejlődhet, akinek majd sokára lesz gondja azokkal a betegségekkel, ami egyébként meghatározhatná a mindennapjait. Én azt kérem önöktől, hogy, és azt ajánlom a magunk részéről, hogy egy partneri, szoros együttműködésben közösen dolgozunk azért, hogy egy egészséges Magyarország minél hamarabb, minél közelebb kerüljön, és ennek az egészségnek a szintje és a minőségében minél hatékonyabban tudjunk közösen tenni, hogy elmondhassák majd az unokáink, hogy ők csinálták, nekünk teremtették. És ehhez mindenkinek sok erőt és egészséget kívánok. Köszönöm szépen a figyelmet!